Fényes nappal raboltak el az utcáról az egyenruhások egy 6 köteles férfit Munkácson, az esetről videó is készül, de ismét hasonló brutális felvételek láttak napvilágot Ukrajna más régióiból is, miután az ország vezetői bejelentették, hogy fokozzák a katonai mozgósítást. Kijev közben új mobilizációs törvényt készít elő, amely sokaktól, köztük az egyetemisták egy részétől is megvonná a felmentést a katonai szolgálat alól. Sorra jelennek meg az újabb és újabb felvételek a kegyetlen ukrajnai mozgósításról, ami egy ideje már Kárpátaljára is begyűrűzött. Ez a videó például Munkácson készült a napokban, ahol fényes nappal erőszakkal tuszkoltak be a mikrobuszba egy 6 köteles férfit a sorozó tisztek. A Lemberg megyei Drohovicsban az egyenruhások a földre dobtak egy bevásárlásból hazaigyekvő fiatalembert, aki nem akarta átvenni a behívóját. Itt pedig az otthonából hurcolnak el egy férfit, akit már köröztek, mert nem jelent meg a katonaorvosi bizottság előtt. A zaporizsjai hat kiegészítők udvarán vagyok, nem akarnak kiengedni. Azt mondják, menjek, járjam végig a katonaorvosi bizottságot. Nem kaptam se enni, se inni. A WC-ben ittam a vízcsapból. Segítsenek kijutni innen, akaratom ellenére tartanak fogva, mondta ez a férfi. Egyre több brutális felvétel lát napvilágot azután, hogy egyes régiókban megengedték a hat kiegészítők munkatársainak, hogy a rendőrség jelenléte nélkül igazoltassák a 6 köteleseket, de Kijev központilag is erősítene a mozgósításon. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök a jövő hétre ígérte egy újabb mozgósítási terv kidolgozását. A mozgósítással kapcsolatban szeretném, ha az emberek megértenék a cselekvési tervet, merre tartunk, melyek a kihívások. A mozgósítás során fontos, hogy tudjuk, hogyan jutunk el A pontból B pontba. Tudnunk kell, hogy milyen erőkkel haladunk előre, ezért jövő héten átfogó terv készül a kérdésben, mondta Zelenszkij. Közben az ukrán törvényhozás is új mozgósítási jogszabály előkészítéséről tett bejelentést. A törvényben, amelyet év végéig fogadnának el, rögzítenék, hogy leszerelni csak 36 hónap szolgálat után lehetne, valamint nem kaphatnának felmentést a másod és harmad diplomások sem. Semmit sem teszünk a Védelmi Minisztérium és vezérkar nélkül, és ha kialakul az egyetértés a kérdésben, akkor napi rendre tűzzük. Első olvasatban december közepéig, másodikban év végéig igyekszünk elfogadni, mondta a frakcióvezető. Ukrajnában a hat kiegészítők embertelen emberrablási gyakorlata ellen egyre többen emelik fel a szavukat, azonban a vezetés mégsem tesz semmit annak leállítása érdekében. Már olyanra is volt példa, hogy anyák, feleségek babakocsival állták el a sorozó tiszte gépjárművét, így védve meg férjeiket az elhurcolástól.